Első alkalommal 2012-ben nyújtott támogatást a Kiwanis női klub és a Zemplén Kiwanis férfi klub azon tehetséges, ám de nehezebb körülmények között élő fiataloknak, akik a tanév során alap, közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát tettek. A program lényege, hogy az igazolt nyelvvizsga megléte esetén a szociális háttér figyelembevételével, pedagógusi ajánlással a vizsgadíjat térítik meg a fiataloknak. Míg korábban 15-20, idén már 33 fiatal nyújtotta be kérelmét, végül 20-an feleltek meg a pályázati feltételeknek. Ők ünnepélyes keretek között vehették át a támogatást a szervezetektől. Felhívásunkat két Sárospataki és két Sátoraljaújhelyi középiskolában hirdetjük meg, már ez is hagyománnyá vált, mert látjuk, hogy itt lefedik a két város diákjait is, ezek a középiskolák és a környező települések is, hiszen mondhatom, hogy Filkeháza, Gönc, Pálháza, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Hollóháza, tehát nem csak Sárospataki és újhelyi diákokról van szó, hanem ezekben a városoknak az iskoláiba járó diákok a célszemélyeink, akiket segíteni szeretnénk. A támogatott fiatalok között van Lilla is, aki azt mondta stábunknak, tervei szerint munkája során is szüksége lesz az idegen nyelv ismeretére. Angol nyelvből nyelvvizsgáztam, írásbeli nyelvvizsgát tettem, és szerintem nehéz is volt, de nem annyira, mint amennyire számítottam. Nekem a fordítás ment a legjobban, abból értem el a legtöbb pontot. A továbbtanulásomnál is számítani fog természetesen, és olyan irányba szeretném esetleg a turizmus fele, vagy ilyen irányba, hogy tudjam is hasznosítani az iskolában megszerzett tudást. Egy másik fiatal, László pedig már a második nyelvvizsgáján van túl. Idén a angol nyelvből szereztem középfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát. Ez a második nyelvvizsgám, mivel már németből letettem korábban. Szerintem nagyon hasznos nyelvvizsgát tenni, mivel a felvételi eljárásban ez összesen nekem 40 plusz pontot jelent, illetve utána az egyetemen nem kell ezzel bíbelődni. Hát nehéznek ítéltem meg, mert nekem ez a második nyelv, de végül nem okozott akkora nehézséget. Logisztikai mérnök tervezek lenni, hát ehhez mindkét nyelvre igazán nagy szükségem lesz a közeljövőben, és hát remélem, hogy tudom kamatoztatni az elmúlt évek nyelvtanulással töltött éveit. A Kiwanis klubok átadóján az is elhangzott, továbbra is az angol és a német nyelv elsajátítása a leggyakoribb a fiatalok körében, 70-30 arányban az angol javára.